A megnövekedett vendégforgalomhoz alkalmazkodva a Turinform iroda és az információs pavilonok is hosszabb ideig tartanak nyitva. A nyári szezonban reggel 9-től este 8-ig várják az érdeklődőket. A Hajdúszoboszlóra érkezők közül sokan fordulnak kérdéseikkel a kihelyezett információs bódékban dolgozókhoz, vagy a Turinform iroda munkatársaihoz. A nyári időszakban különösen nagy az igény ezekre a szolgáltatásokra, így ilyenkor a megszokottnál hosszabb ideig vannak nyitva az információs pontok. A korábbi években is ez már bevált gyakorlat volt. Ez úgy gondolom, hogy alapfeltétel a Turinform irodának, hogy a nyári időszakban, a főszezonban hosszabbított nyitvatartással a vendégigényeknek megfelelően tudjuk őket információval ellátni és fogadni. Úgyhogy úgymond már a 2-3 évvel ezelőtt bevezetett időszak nyitvatartásokat bővítettük most, illetve indítottuk el, ami azt jelenti, hogy július elejétől kezdődően reggel 9 órától egészen este 8 óráig vagyunk nyitva, és a hét minden napján, tehát folyamatosan tényleg a kollégák itt napra készen várják az információkkal a vendégeket. És ez ugye kibővült pavilonokkal. Egy korábbi pályázatunknak az eredményeként 3 pavilont tudtunk beszerezni. Ezeket időközben minden évben próbáltuk újabb-újabb helyekre kihelyezni, és folyamatosan mértük azt, hogy milyen vendégigény van ott, jó helyre tettük-e ki, sőt azt is néztük, és nézzük a mai napig, hogy egy nap hányan kérnek információt, milyen nyelven kérnek információt, milyen információs anyagra van szükségük, és ezeket felhasználva ugye próbáljuk egyre inkább egyre tökéletesíteni az információkat is, illetve a pavilonoknak az üzemeltetését. Ebben az évben a pavilonok is ennek a 9-től 8 órás időszaknak megfelelően működnek. Itt is látható az előző évek tendenciájának a visszaigazolása, tehát ugye a június elejétől mért adatoknál folyamatosan emelkedő darab számot mondhatunk az érdeklődés tekintetében. Tehát ugye mi az érdeklődéseket mérjük, nem az, hogy hány fő kér, tehát általában azért csoportosan szoktak a pavilonhoz érkezni két fővel vagy nagyobb baráti társaság. Tehát itt most ilyen megkeresési darabszámot fogok mondani. Ez a július elején a napi 10 főtől indult el, vagy 10 megkereséstől, információadástól indult el, és a tegnap előtti napon már 100 felett voltak az érdeklődési számok. A tavalyi augusztusi időszakban volt olyan nap, amikor 250-300 információt is adtak a kollégák egy napon, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy erre igény is van, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a szolgáltatással tényleg a vendégek kényelmét tudjuk szolgálni. Újdonság az előző évhez képest, hogy idén egy új helyszínen is információhoz juthatnak az érdeklődők. Tavalyi évben az Aquapark mögé kihelyezett pavilon helyén változtattunk, és nem is áthelyezésre került, hanem a Mátyás király sétány elején található rendőrpavilont a kapitánysággal egyeztetett módon közösen üzemeltetjük ettől az évtől kezdődően, hiszen úgy gondoltuk, hogy a sétányról érkező és az ott este mozgó nagyobb tömegnek az egy ideális helyszín lehet, és a jelenlegi méréseink ezt be is bizonyították. Tehát ugye a József Attilán volt eddig a legnagyobb forgalmú információs pavilonunk a városban, természetesen a Turinform iroda, mint központi épület, bonyolítja le a legnagyobb információadást, de most örömmel néztem a statisztikát, amit készítenek, ahogy említettem, a kollégák folyamatosan, hogy a József Attilához hasonlóan egyre nagyobb és növekvő igény van az információkra a vendégektől, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hogy ott kezdtük el ezt a pontot üzemeltetni.